Nyilvánvalóvá vált, hogy az EU 7 éves költségvetése 2 év alatt megkérdőjeleződött, és az a kérdés vetődik fel, hogy a csőd felé tart a közösség. Erről is beszélt Kovács Zoltán a Kossuth Rádióban. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára az Európai Bizottság 65 milliárd eurós költségvetési módosító javaslata kapcsán hangsúlyozta. A magyar miniszterelnök már most egyértelművé tette, hogy a kezdeményezés Magyarország számára elfogadhatatlan. Az új migrációs paktum után az Európai Bizottság költségvetési módosító javaslatáról sem állapodtak meg pénteki ülésükön az unió állam és kormányfői. Az uniós testület 2 évvel az EU-s büdzsé elfogadása után euró 10 milliárdokat kért Ukrajnának, a migránsokra, valamint a saját fizetésük megemelésére. Ez számos uniós tagállami vezető felháborodását váltotta ki. Hol a magyarok pénze, hol a lengyelek pénze? Attól tartok, hogy Ukrajnába odaadták. Egy olyan háborúra, aminek meg sem kellett volna történnie. Orbán Viktor a tanácskozás előtt számos kérdést fogalmazott meg, amelyekre választ várt az Európai Bizottságtól. A miniszterelnök arra is kíváncsi volt, hogy ki a felelős azért, hogy 2,5-3 év elteltével lényegében pénzügyileg a csőd szélére sodorták az EU-t. Orbán Viktor azt is felvetette, hogy a bizottságnak az Ukrajnának eddig adott 72 milliárd euróval, csak nem 27 ezer milliárd forinttal először is el kellene számolnia. Mi magyarok nem tudjuk elfogadni, hogy a rezsicsökkentés megszüntessék Magyarországon. Nem adunk pénzt arra, hogy itt a bürokraták fizetését megemeljék. Nem adunk pénzt addig Ukrajnának többet, amíg meg nem mondják, hogy hova lett az a 70 milliárd, amit korábban adtunk. A kormányfő egyúttal teljesen nevetségesnek, abszurdnak, lehetetlennek nevezte azt, hogy az Európai Bizottság plusz pénzt kér a korábban felvett hitelek kamatnövekményéhez. Úgy, hogy közben Magyarország az azokból nekijáró pénzt még nem kapta meg. We have a very transparent system. Az uniós szervezetek átláthatóak és elszámoltathatóak. Így kommentálta Orbán Viktor felvetését újságírói kérdésre Ursula von der Leyen az ülés utáni sajtótájékoztatón. Az Európai Bizottság elnöke nem fejtette ki, hogy valóban eltűntek-e a Magyarországnak járó pénzek, és hogy az Ukrajnának szánt újabb 50 milliárd eurót miből teremtenék elő. Komoly pénzügyi zavarok feltételezhetőek annak a hátterében, hogy az Európai Unió 7 éves költségvetése 2 év után megkérdőjeleződött, és felvetődött a kérdés, hogy vajon a csőd felé halad-e az EU. Erről beszélt Kovács Zoltán a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár megerősítette, hogy az Európai Bizottságnak a büdzsé módosítására tett javaslata jelenlegi formájában elfogadhatatlan Magyarország számára. Kovács Zoltán ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az uniós költségvetés változtatásához minden tagállam beleegyezésére szükség van. Ehhez egyhangúság kell, tehát nem lehet a költségvetést átírni, módosítani, az egész szabályrendszerét megváltoztatni, különös tekintettel most a ráemelésre, anélkül, hogy minden tagállam ne értene ebben egyet. De hát eddig is ugye hónapok vannak még hátra, és leginkább csak még fel nem tett kérdések vannak, legalábbis a többi európai ország részéről. Az államtitkár hozzátette, várhatóan az októberi állam és kormányfői EU csúcson döntenek a költségvetés módosítására tett javaslatokról.